Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Egeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegeződik mindenkivel. Ezért, ha valakinek ez mondjuk nem esne jól, akkor a végén visszamagázódnánk, amire ugye még nem volt példa. Először is egy-két mondat magamról. Én családos vagyok most már 38 éve vagyok nős, van két fiam, mind a kettő nős, és emberekkel 87 óta foglalkozom, 93-tól vezetek embereket, 91-től szervezek embereket, azóta van saját szervezésű csapatom. Hát úgy mondhatjuk azt, hogy több tízezer, hát körülbelül egy olyan, hát most már olyan 100 000 emberrel kerültem közvetve vagy közvetlen kapcsolatba, és vezettem őket, és több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget itt az elmúlt évek során. A vezetésemmel 4 piacvezetői pozíciót sikerült elérni. Az egyik az csak egy ilyen fél éves piacvezetői pozíció volt. A másik 2 az viszont hosszabb volt, az egy ilyen 6 éves piacvezetői pozíció volt. És amit most is csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk. Tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy ez valami egyforma volt ez a 4 különböző területen piacvezetői pozíció, abból mondjuk 3 pénzügyi terület volt, de mind más. És ez a negyedik, ez viszont egy teljesen más terület, mert ez nem anyaggal foglalkozó terület, hanem szellemiséggel foglalkozó terület, ami azt jelenti, hogy megtapasztaltam az anyaggal kapcsolatos dolgokat is, megtapasztaltam a szellemiséggel kapcsolatos dolgokat is, és mit gondoltok, melyik a jobb? A szellemiség, így van. És vajon miért? Vajon miért jobb? Mert a szellemiség hozza létre az anyagot, és nem az anyag a szellemiséget. Tehát, hogyha nem lenne szellemiség a világegyetemben, akkor nem lenne anyag. Ami azt jelenti, hogy nem lenne az a csodaszép tested. Oké? Mert a tested az anyagból van. Ami azt jelenti, hogy ha valakik nem hozták volna létre az anyagot valamikor, akkor most nem lenne anyag a világegyetemben. Tehát minden olyan tanítás, amely arra épül, hogy valahogy létrejött az anyag, majd kifejlődött abból az anyagból, mit tudom én, az élőlény, majd az élőlényből kifejlődött az ember, ez mind hamis és hazugság. Oké? Ami azt jelenti, hogy olyan, hogy anyag a kezdeti időszakban nem létezett semmilyen szinten. Az anyagot értelmes szellemlények hozták létre az egész világegyetemben. Oké? Tehát ha nem lett volna olyan, hogy szellemiség, akkor most a világegyetemben nem létezne olyan, hogy anyag. Világos ez? Csak hogy tisztában rakjuk ezt a kérdést. Akkor mi a legfontosabb a világegyetemben? Nem az anyag,
hanem a szellemiség. Oké? Csak a szellemiségnek különböző fokozatai vannak a világegyetemben. Ami azt jelenti, hogy mi az értelmes szellemiséghez tartozunk, de annak a legalsó szintjén vagyunk. Ami azt lehet mondani, hogy az ember az a legtudatlanabb gondolkodó lény a világegyetemben. Ugyanis az állatok azok nem tudnak gondolkodni, a növények sem tudnak gondolkodni. A gondolkodás mit jelent? Amit mondtam a szóban. Gond, oldás. Tehát a gondokat gondolkodással lehet megoldani. És erre csak egy értelmes lény képes. És az értelmes lény az egy ember, tehát maga az ember az értelmes lény. Csak nálunk a világegyetemben sokkal, de sokkal értelmesebb lények vannak. És magát az embert, mint testet is nálunknál sokkal értelmesebb lények hozták létre. Többes számban. Nem egy lény hozta létre. És magát az emberi testet nem is az Atyaisten hozta létre, tehát az az Atyaisten, amelyik a kiinduló pontja volt az életnek a világegyetemben. Nem az hozta létre, hanem általa létrehozott lények hozták létre. Világos ez? Sőt, magát az anyagot, akármilyen hihetetlen, nem az Atyaisten hozta létre. Ami azt jelenti, hogy nem az alapító Istenből, nem a létrehozó Istenből jött létre az anyag. Már abból jött létre, csak nem az hozta létre. Oké? Mire hozták létre az anyagot? Meg fogtok döbbenni. A saját szórakoztatásukra. Oké? Azért, hogy ne unatkozzanak. Oké? És tudjátok, mennyi idő múlva jött létre az anyag? Onnantól, mikor elkezdődött az élet teremtése az Isten részéről, az első számú Isten részéről? Évmilliárdok teltek el. Évmilliárdok. Tehát ami annyit jelent, hogy eléggé téves az emberek tudása, információi ezzel a dologgal kapcsolatban. És sajnos a legtöbb embernek az anyag az istene. Érted? Az anyag az istene. És ez nagy probléma. Miért? Hát nagyon egyszerű, mert az anyag az csak egy eszköz, nem egy cél. Érted? És egy értelmes lénynek célokkal, céljainak kell, hogy legyen. Tehát célokkal kell, hogy rendelkezzen, céljainak kell, hogy legyen. És ha egy értelmes lénynek nincsenek céljai, akkor céltalan az élete. Érted? És egy céltalan élet mire való? Gondold végig. Mire való egy céltalan élet? Hát az élet akkor értelmes, akkor van értelme az bármilyen ember életének, ha van célja az életének. Nem? És a te életednek mi a célja? Mondhatnád azt, ó, hát frankó gyerek vagyok, hát céljaim vannak. Nem? Mondhatnád azt. De mi a fő célod az életedben? A legfőbb célod az életedben? Vajon mi?
Tehát hogyha az ember tudni akarja, hogy mi a legfőbb célja az életében, akkor először is el kellene azon gondolkodni, hogy miért is vagy itt emberként. Mi az embernek, általánosan az embernek, tehát nem csak neked, hanem minden embernek, mi a küldetésem, miért, mit keres itt ezen a bolygón? Hát ezen kellene elgondolkodni egy kicsit. Hát mi nem vagyunk része az evolúciónak. Tudod, mi az evolúció? Az evolúció az, mikor mondjuk egy madár hát a vízben keresi az élelmet, és ezért elkezd ilyen úszóhártyákat növeszteni. Érted? Vagy mit tudom én, megnöveli a lábát, hogy a gázló madárként tudjon utána működni. Érted? Hogy megnöveli a csőrét. Na ez az evolúció. Érted? Hogy alkalmazkodik a környezetéhez. Az az evolúció. De egy madárból soha nem lesz mondjuk tehén. Soha. Érted? De egy tehénből sem lesz majom. És a majomból meg soha nem lesz ember. Ha aki azt gondolja, hogy a majomból lett az ember, akkor arra azt mondom, hogy ő egy nagy majom. Oké? Okay. De arra is azt mondom, aki ezt el is hiszi. Oké? Okay. Tehát bebizonyított tény, ha utána nézel, hogy minden fejlődés, ami történt az élővilágban, ott megtörtént egy beavatkozás. Érted? Csak most mondok neked példát. A delfinnek nincs evolúciós fejlődése. A pulikutyának nincs evolúciós fejlődése. Egyszer csak itt termett. Az úgy nagy semmiből. Nincs előző evolúciója, érted? Nincs ilyen. Egyiknek se. Hogy kerültek ide? Ide hozták azért a delfint, hogy a gyerekek, a földi gyerekek játszanak velük. Na ezt add össze. A pulikutyát meg azért idehozták, hogy a földi emberek, akik állattartással foglalkoznak, ilyen vándor állattartással, tudja terelni a nyájat. Érted? Azért hozták ide. És egyszer csak a pulikutya itt termett. Na erre varjanak gombok az evolúcionisták. De a farkas nincs is. Hát nincs, hát. Semmi előzménye nincs a pulikutyának, de a delfinnek sincs. És bármilyen megnézel ilyen evolúciós fejlődést, tehát hogy mit tudom én, kitalálták azt, hogy mit tudom én, mondjuk a hüllőből lett a madár. Ezt a baromságot, aki kitalálta. Köze nincs a kettőnek egymáshoz. Érted? Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy olyan van, hogy fogták, azt kísérleteztek, mit tudom én, a hüllővel, és addig kísérleteztek, hát még valami más faj ki nem jött belőle. Érted? De az biztos, hogy ahhoz kellett már valami olyan, amivel lehetett kísérletezni. Nem csak a hüllővel. Tehát ugye tudjuk azt, hogy be lehet genetikailag avatkozni az élővényekbe. Az azt jelenti, ez már tény. Erről beszéltem volna 20 évvel ezelőtt, kirögtek volna. Jó, tehát manapság már nem. Ettél már magtalan narancsot? Vagy magtalan mandarint? Hogyne? És régen is ettél?
Hát régen nem. Régen olyan nem létezett, hogy magtalan narancs, meg magtalan mandarin, meg magtalan dinnye. Hol voltak ilyenek? Meg magtalan szőlő. Sehol nem volt ilyen. Most van? Sőt, lassan már magos nem is lehet kapni. Lassan már az almánál is ott tartunk, hogy nincs benne mag. Már ettem olyan almákat, amiben nem is volt mag. Magház még volt, de mag már nem volt benne. De lopós emberek kilopták belőle a magot. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, beavatkoztak, és ezért megváltozott maga a gyümölcs, de az íze is megváltozott, mert nem olyan ízű, amit eladnak most magtalan, tehát eladnak mandarintként, és nincs benne mag, nem olyan, mint a rendes mandarin, egyáltalán, de ugyanez a narancs is, amit eladnak olyan narancsként, amiben mint kiderül nincs mag, tehát eladják narancsként, és kiderül, hogy nincs mag, nem is olyan ízű. Érted? Tehát lehet az, hogy genetikailag, de gondold végig, az élővilág nem tud végrehajtani genetikai beavatkozást. Értelmes lények tudnak végrehajtani genetikai beavatkozást. Oké? Ez olyan, mint például, hogy az élővilágban nincs derékszög. Magától. Olyan nincs. Nincs olyan, hogy derékszög. Ha valami derékszög, akkor az beavatkozás következtében derékszög. Érted? Nincs olyan, hogy derékszög. És akkor megmagyarázzák, hogy belétezik. Nincs ilyen. Oké? Ha az derékszög, akkor azt valaki derékszögre csiszolta, mondjuk. Érted? Vagy vágta. Tehát a természetben nincsenek tökéletesen szabályos alakzatok. A tökéletesen szabályos alakzat az mind beavatkozás következtében. Tehát például megnézel egy embert, és fogod az embert, és középen mondjuk egy fény, lefényképezed, és középen húzol egy vonalat. És elkezded összehasonlítani a két fél embert, akkor rájössz, hogy nem tökéletesen azonos. Hát még az ember maga sem tökéletesen azonos. Tehát nincs olyan ember a Földön, akit ha ugyanígy megnézel, tökéletesen azonos lenne a két fél része. Nincs ilyen. Érted? Tehát a természet az tökéletes idomokat nem tud létrehozni. Tehát hogyha van tökéletes idom, az beavatkozás következménye. Világos ez? Hát ezeket egyszerűen tudni kell, vagy tudni kellene. És ha megnézed, mondjuk itt van a Föld, és akkor kutatók kutatják, szórják ki a pénzt a fizetésükre a kutatóknak, azért, hogy bebizonyítsák, hogy mit tudom én, hogy jött létre az élet, és hogy fejlődött ki a Földön az élet. Tudod, hogy jött létre az élet? Eleve a Föld úgy jött létre, hogy szellem lények létrehozták közös munkával. Majd úgy jött létre az élet, hogy hoztak ide a Földre növényeket. Érted? Utána pedig hoztak ide állatokat, mert nem kellett kitalálni azokat az állatokat meg növényeket, mert már a világegyetemben léteztek. Tehát a Földnél jóval idősebb bolygók vannak az univerzum közepe felé. Oké? És minél közelebb megyünk az univerzum közepe felé, annál idősebb bolygók vannak, és minél távolabb megyünk az univerzum közepétől, annál fiatalabb bolygók vannak.
Tehát miért gondolnánk azt, hogy a földünkön létre kellett hozni, ki kellett találni élőlényeket, ki kellett találni növényeket, állatokat, mikor ide lehetett hozni? És az sokkal egyszerűbb volt, mint újat kitalálni. Oké? Szóval itt vagyunk mi, és megállapíthatjuk, hogy ezen a bolygón gyakorlatilag semmi nincs, amit nem értelmes lények hoztak volna létre valamikor. Valamikor. És ahhoz mi kellett? Nem az, hogy ő anyaggal rendelkezzen, hanem mi kellett? Hogy ésszel rendelkezzen. Tudata legyen. És képzeld el, ahhoz, hogy neked tudatod van, tudsz gondolkodni, nincs szükséged a testedre. Na, erre var gombot. Mert nem a testünkkel gondolkodunk. Az agyunk nem ezt a célt szolgálja. Az agyunk egy közvetítő eszköz és egy működtető központi egység. Minek a működtető központi egysége? A testnek. Ezért van az, hogy valaki agysérülést kap, és bizonyos testrészei, attól függ, hogy hol van az agysérülés, bizonyos testrészei elkezdenek másként működni, vagy nem működni, mint ahogy előtte működött, vagy ahhoz képest egyáltalán nem működni. Tehát az agyunk az egy működtető mechanizmus. Érted? Ő működteti az összes szervünket, az a sejtszaporulatunkat, a sejtelhalásunkat, mindent az agyunk működtet. Világos ez? Tehát ezért ugye nagyon bonyolult az agy, mert még gyakorlatilag a számítógépek sem tudnák ezt megcsinálni. Tehát az azt jelenti, hogy nem az agyunk által gondolkodunk. Mert akkor gondolkodnának az állatok is, mert a fejlettebb állatoknak is van agyuk, és tudnak gondolkodni? Nem. Nem tudnak gondolkodni. Ez bebizonyított tény. Ha valaki azt gondolja, hogy egy állat tud gondolkodni, akkor az nem mond igazat. Érted? Tehát egy állat nem képes gondolkodni. Például arra képesek az állatok, hogy mit tudom én, mondjuk egy, volt egy szigeten egy majomfaj, amelynek megmutatták, hogy hogy kell főtörni a kókuszdiót. Emberek mutatták meg. És utána megtanulták a majomok a kókuszdió főtörését, és onnantól kezdve ugye tudtak kókuszdiót főtörni, és mit tudom én, mennyi több száz kilométerre lévő másik hasonló majmok, akik ugyanezzel a gonddal küzdködtek, hogy nem tudták, hogy kell föltörni a kókuszdiót, maguktól elkezdték feltörni a kókuszdiót úgy, hogy ott nem vitték át a tudást. Érted? Ami azt jelenti, hogy bement, de ez nem az első, tehát akkor, mikor már a szigeten a majmok megtanulták a kókuszdió föltörését. Érted? Igaz? És akkor történt az, hogy a másik szigeten is, ami mondom több száz kilométerre volt, és elkezdték ugyanazt a kókuszdió fajtát föltörni. És tudod minek következtében? Hogy van egy olyan, hogy tudatalatti. Oké? Okay? Az egy raktár. Az egy tudás raktár. Méghozzá egy ösztönös tudás raktár. És ha a tudatalattiba bemegy az információ, akkor más hasonló lény, olyan jellegű lény, abból az információt meg tudja kapni. Úgy, hogy nem kell megtanítani rá. Érted? Ez olyan, mint
a gyerekeknél is működik ez, ott is látni, hogy olyan dolgot, amit meg sem mutattak neki, de mondjuk a szüleik csinálták. Például a zenész szülők, mondjuk a hegedülő szülők, meg születik egy gyerekük, érted? De ott a ükapa is hegedült mondjuk, és a gyerek kezébe kapja a hegedűt, senki nem tanította rá, és elkezdi rátszani valamennyire a hegedűn, érted? Hát nyilván nem úgy, mint az apja, de fog tudni. Miért? Mert a tudatalattiában benne vannak azok az információk ösztönösen, de ez egy generáció alatt nem megy át, ez azt jelenti, hogy előtte egy csomó generáció ugyanazt csinálta, oké? És a gyerek elkezd tudni hegedülni, én erre tudok személyes példát, oké? Én el is mondom, gyerekkoromban, 8. kerületben laktunk, egy olyan bérházban, ilyen körfolyosos, kétszintes bérházban, ahol ilyen zárt udvar volt, és ott volt egy zenész család, egy cigány zenész család. És ott tőlem egy, mit tudom, 3 évvel volt fiatalabb a gyerek. És ott lett ez csinálva, hogy kezébe adták a hegedűt a gyereknek. Ezt ugye mesélték a szüleim. Kezébe adták a gyereknek a hegedűt, és simán hegedűt. Érted? Nem csak húzogálta, mint te, hanem játszott rajta. Érted? Ő a gyerek ismert, díjmentes zenész lett. Puka Károly úgy hívják, oké, ha esetleg valaki hallott róla. No szóval lényeg az, hogy ez működik, de ez nem gondolkodás, ezt úgy hívják, hogy ösztön, érted? A majmoknál is úgy hívták, hogy ösztön, tehát ösztönösen a másik szigeten lévő majmok is elkezdték föltörni a kókuszdiót, érted? És akkor hogyan gondolkodunk? Nem kell hozzá test, hogy gondolkodj. Most gondold végig, amikor alszol, előfordult már, hogy gondolkodsz? Előfordult már, hogy valamit elképzelsz, valamit csináltál, tehát álmodtál? És éber voltál? Nem. Utána, amikor felébredtél, ugye azért emlékszel rá, mert utána közvetlenül felébredtél, és emlékeztél rá. És kellett hozzá test? Hát kellett hozzá. Hát nem voltál éber? Hát gyakorlatilag ott feküdtél mozdulatlanul, érted? És úgy élted meg az egészet, mintha az teljesen élő lett volna. Kell hozzá test, hogy gondolkodj? Nem a testünk révén, testünk által gondolkodunk, annál van egy sokkal fejlettebb részünk, egy sokkal, de sokkal fejlettebb részünk, amit úgy hívnak, hogy lélek. Lélek. Minden értelmes lényben, a világegyetemben van egy lélek, ami nem összekeverendő az élet erővel, vagy az élet energiával, az életerő, életenergia ugyanaz, tehát életenergiával nem összekeverendő. A lélek az egy értelmes energia, az életenergia az nem értelmes, oké? Annak csak egy célja van az életenergiának. Na vajon mi lehet? A túlélés. Oké? És életenergia van minden élőlényben, amelynek teste van. Oké? Tehát egy növénynek is, egy állatnak is, stb. Stb.
de a lelkednek nincs életenergiája, mert halhatatlan, érted? Nem kell ezt elhinni, de gondold végig, neked melyik a jobb, hogy van egy halhatatlan valami benned, vagy az a jobb, ha nincs? Melyik a jobb? Hát én hülye lennék azt mondani, hogy az a jobb, ha nincs. Oké? Ezt most miért mondtam? Azért, mert képzeljétek el, mikor először ismerkedtem ilyen információkkal, az nem mostanában volt, az 30 éve, akkor mindig így gondolkodtam, hogy nekem melyik a jobb? Az a dogma, amit belém neveltek, vagy az új információ? Melyik a jobb? Ha az a dogma volt jobb, akkor azt mondom, hogy oké, maradjon a dogma. De ha én úgy ítéltem meg, hogy nekem jobb az az új információ, amit hallottam, akkor azt mondtam, hogy a fene a dogmába, úgy ahogy van, onnantól kezdve kuka, érted? És ennek köszönhetem a szellemi fejlődésemet, érted, hogy így gondolkodtam, hogy nem ragaszkodtam olyan dologhoz, ami nekem kevésbé jó, mert az emberek ragaszkodnak az olyan dolgaikhoz, ami kevésbé jó, érted? Miért? Mert szokás alapon működik, azt csinálják, vagy úgy gondolják a dolgokat, ahogy szokták, csak ez nem fejlődés, érted? A fejlődés az, amikor az ember azt mondja, hogy melyik jobb nekem, érted? Melyik a jobb nekem? Mindenki meg tudja ítélni, hogy melyik a jobb. Melyik a jobb neked? Az, hogy a kőből származol, meg a majomtól, vagy az, hogy nálunknál sokkal értelmesebb lények létrehoztak? Melyik a jobb? Nyilván most nem arról van szó, hogy pont téged, hanem magát az embert, érted? Itt az emberről van szó. Ha melyik a jobb? Hát aki azt mondja, hogy az a jobb, ha a majomtól származom, akkor te egy hülye majom vagy, ezt tudom mondani, érted? Hát akkor megérdemled ezt a kifejezést, mert ilyen csökkent agyú vagy, nem tudok más mondani, érted? És akkor onnan tovább lehet gördíteni ezt a kérdést, hogy igen ám, de hogyha létrehoztak, akkor vajon milyen célból? Mármint mint embert, érted? Milyen célból hozták létre az embert? Nem? Nem ez rögtön ez a következő kérdés? Aki azt mondja, hogy kőből, meg mit tudom én, miből lettünk, érted? Evolúció során, hát az higgye azt, engem nem érdekel, megmondom őszintén, akkor nyilván nem merül föl ilyen kérdés. De az ember azt mondja, hogy létrehoztak, akkor igen, de milyen célból? Hát nem abból a célból, hogy szórakoztassuk őket. Miért? Hát mert a kők is itt lennének, azt, hogy röhögnének rajtunk, tudod? Hát nem ezért hozták létre. Ha képzeld, itt röhögnének rajtunk, azt szórakoznának, hogy milyen hülyék vagyunk. Nem? Nem ezért hoztak létre. Hát akkor miért hoztak létre? Gondold végig magát az embert. Miért hozták létre? Alkotni? Az édes kevés. Az édes kevés ebben a kérdésben. Az édeskelés. Tehát gondoljuk végig, a férfit miért olyannak alkották, amilyen? A nőt miért olyannak alkották, amilyen? Ugye általánosan a férfiak kevésbé szépek, mint a nők. A nők sokkal szebbek, nem? Tehát magyarul, mint hogyha a nők tervezésével többet foglalkoztak volna.
Nem a férfiakat, mert mintha egy kicsit összehányták volna. Ne? A legszebb oldalból elhúzni. Gondold végig. Nem így van? Tehát lényeg az, hogy gondold végig, ha miért hoztak létre minket? Miért? Hát mit csinál itt az ember? Ez például szaporodik, nem? Hát de milyen okból? Hát most gondold végig, van egy lelkünk, ami által képesek vagyunk gondolkodni, mint most kiderült, ugye? És hát de miért kell ennek a, miért kell belénk egy olyan valami, ami gondolkodik? Miért nem jó úgy, mint a többi állatnál, érted, hogy nem gondolkodnak, csak ösztönös, az is szaporodik, nem? Sőt, még növények is szaporodnak. Ha mindenkinek megvan a különböző módja annak, hogy hogyan szaporodjon. Nem? Hát akkor minek kellett a lélek? Hát azért, hogy fejlődjön a lelkünk, nem? Hogy azon az úton fejlődjön, amit szeretnének, hogy fejlődjön. Nem? Vagy nem? Ez nem logikus? Hát figyeld, neked az életedben lehet, hogy van ilyen, de vettél valamit úgy, vagy megszereztél valamit úgy, hogy az annak nem volt célja? Nem valószínű, nem? Valami célja volt annak, amit megszereztél, vagy vettél, nem? Aminek kellett neked a párod? Nem volt vele célod? Hogy ne lett volna? Minek kellett a lakásod? Nem volt vele célod? Hogy ne le? A ruhád minek kellett? Nem volt vele célod? A kaja, amit megfőzöl, nincs vele célod? Vagy megveszel, nincs vele célod? Tehát vettél valami olyat, aminek semmi célja nem volt? Nem hiszem. Megszereztél valami olyasmit, aminek semmi célja nem volt? Nem hiszem. Tehát valami miniatűr célja volt annak a dolognak, nem? Tehát akkor tök logikus, nem? Hogy itt van egy test, amit megszerkesztettek valami céllal. Itt van egy lélek, amit beleraktak a testbe valami céllal. Nem logikus? Hát értelmes lények csinálták. Ha minél, én azt látom, minél értelmesebb valaki, annál nagyobb célja van. Mert annál jobban kitágul számára a világ. Érted? Minél az ember fejletlenebb szellemileg, annál szűkebb világot lát. Érted? És ugye, hát ők arra voltak képesek, hogy megcsinálják a testünket, és belerakják a lelkünket. Hát akkor elég értelmes lényekről van szó. Elég széles látókörrel rendelkeznek. Ami azt jelenti, hogy elég nagy céllal rendelkeztek, hogy ezt véghez vigyék. És vajon miért? Hát nagyon egyszerű. Miért? Mert megnézed, mennyit él egy átlagember most. Hát mondjuk itt Európában olyan 75-80 élet. Él egy átlagember. Most már. A Földön azért nem ilyen jó az arány, olyan átlagosan olyan 55-60 körül van az átlag életkor a bolygón. Tehát ami azt jelenti, hogy nem sokáig élünk. De ha megszámolnánk, hogy mennyi történés történt az életedben, akkor meg tudnád számolni? Függetlenül attól, hogy hány éves vagy. Meg tudnád számolni? Hát ha megnézed, mit tudom én, mondjuk valaki felnőtt lesz, a hivatalos felnőtt kor nálunk 18 van, ahol 21, igazából ez az igazi felnőtt korra érés, ez a 21 év. Tehát 21 éves korra, tehát addig,
ugye nem öregszik egy ember, és 21 éves kortól elkezd öregedni. Tehát mondhatjuk azt, hogy a 21 éves kor a fordulópont. Ha 21 éves embert megnézünk, ő se tudná megszámolni, hogy hány történés történt az életében. Ami azt jelenti, hogy rengeteg történést megélünk, nem? És ha ezt jól csináljuk, akkor az mind tapasztalat, nem? Ami azt jelenti, hogy ha 21 év alatt nem, vagy egy 21 éves ember nem tudja megszámolni, hány történés történt az életében, akkor egy 80 éves még annyit sem tud megszámolni, nem? Vagy még annyira sem tudja megszámolni, mert még sokkal több történés történt az életében, nem? Nem így van? Ami azt jelenti, hogy ez alatt az átlag, mondjuk itt Európában ez az átlag 75-80 év körüli életkor alatt rengeteg történést megéltünk, nagyon-nagyon sokat, ez mondhatjuk az ilyen tömörített események, mondhatjuk úgy, hogy sokkal rövidebb idő alatt sokkal több eseményt megéltél, mint akkor, amikor nem voltál emberi testben. Világos ez? Tehát amikor egy lény nem emberi testben van, sokkal kevesebb esemény történik, mint itt az emberek esetében. Ami annyit jelent, hogy mi célt szolgál ez a sok esemény? Hogy sokkal rövidebb idő alatt éljél meg sokkal több eseményt, mint nem emberként. Tehát most ne növényre vagy állatra gondolj, mert az még kevesebb eseményt él meg. Hát gondold végig, egy olyan állatfaj sincs, ami annyi eseményt élne meg, mint egy ember. Érted? Egy se. Tehát ha megnézed, nekik az életük az emberhez képest tök unalom. Nem? Egy növénynek meg aztán végképp képzett csak ott gubbaszt egy helybe a legtöbb növény. Jó? Tehát elég unalmas élet. Gondold végig, és itt vagyunk emberek, kismillió eseménye, és milyen céllal? Hát, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több eseményt éljünk meg. És akkor úgy megkérdezném tőled, hogy, illetve még mielőtt megkérdezném, akkor még annyit mondanék, hogy és akkor ugye van egy élet, és az ember meghal, majd inkarnálódik, ami azt jelenti, hogy az a lélek beköltözik egy friss testbe, egy csecsemő testbe, majd ott is leéli az életét, majd utána megint inkarnálódik, majd ez bizonyos idő, tehát van egy létközi állapot, az átlag most 4 év, és utána ez így folyamatosan megy, akár évszázadok, évezredeken keresztül. Hát vajon milyen célra? És képzeld el, ezeket az életek során mennyi eseményt megtapasztalsz? Nem? Hát nyilván, hogyha mondjuk volt 8 életed itt a Földön, akkor mondjuk 8-szor annyit tapasztalhattál átlagosan, mint most, nem? Lehet, hogy mondjuk a rövidebb volt az életed, akkor kevesebbet egy kicsivel. És akkor minek ez a tudás? Mi célt szolgál? Hm? Mire való? Főleg úgy, hogy minden leszületés előtt elveszted az előző életednek az információit. Oké? Okay? Sőt, az előző életeidnek az információit. Akkor ugye megkérdezhetné az ember, hogy mire való ez az egész? Aha, és nem hallottunk még olyat, hogy a számítógépen mentés történik? Te nem szoktál, neked van számítógéped? Vagy telefonod esetleg? És ott nem szoktál néha valamit elmenteni? Mit mentesz el?
Hát amire szükséged van, nem? Mondjuk lefényképezel mondjuk valakit vagy valamit, és a számítógép, illetve a telefon automatikusan menti, nem? És utána vissza tudod nézni. Na most gondold végig, hát mi emberek tudunk olyat csinálni, hogy elmentünk dolgokat, nem? És a fentiek ezt nem találták ki, hogy elmentenek dolgokat? És nem gondolod azt, hogy elmentették az előző életedet? És annak az eseményeit? Meg az az előtti életed eseményeit? Meg az az előtti életed eseményeit? El van mentve. És ugye milyen célból van elmentve? Hát hasznosításra van elmentve. Te is a képet, ha elmented, vagy elmentett a gép, úgy van beállítva automatikusan, akkor az a hasznosítási célzattal van elmentve, nem? Logikus? Persze. És mire való a mi életeinknek az elmentése? Hát, hogy amikor majd szükség lesz arra az anyagra, akkor majd visszatöltsék. Logikus? Hát ugyanúgy. Neked is azért kell a mentés a számítógépeden vagy a telefonon, hogy amikor szükséges az az információ, amit meg szeretné nézni, vagy el szeretné olvasni, vissza tud tölteni, érted? Látható formába tud tenni. Oké? Vagy hallható formába tud tenni. Vagy nyomtatható formába tud tenni, mindegy. De az a lényeg, meg tud jeleníteni. Hát most gondold végig, hát neked volt, ugye a legtöbb lélek itt a Földön nem millió éves, hanem milliárd éves lélek. Érted? És gondold végig, milliárd évek alatt mennyi információt menthettek el? Rengeteget? Biztos. Hány életed lehetett már? Ha jó esetben kevés, rossz esetben sok. Tényleg. Jó esetben nagyon kevés. Mondjuk egy kezeden megszámolod. Rossz esetben meg hiába veszed elő a lábujjaidat is. Érted? Miért az a rossz eset? Hát mert állandóan inkarnálódott kellett. Érted? Tehát állandóan nem érted el azt a tudatossági szintet, hogy ne kelljen megint egy ilyen rövid életbe visszakerülnöd. Érted? Hogy ne kelljen. Hanem visszakerülhess egy hosszú életbe. Most gondold végig, létezik olyan, hogy nincs tudattörlés. Tehát vannak a lelkek, és nincs tudattörlés. És van új test, és nincs tudattörlés. És a test kiöregszik, és nincs tudattörlés. Ezt egyféleképpen lehet megcsinálni, hogyha nem csecsemő testbe kerül az a lélek. Oké? Hanem milyen testbe? Hát egy fiatal felnőtt testbe. És akkor onnantól kezdve, ugye akkor lehetséges ez, hogyha ő kibe tud járni a testbe. Világos ez? Tehát mit csinál a test, ha kilép a lélek belőle? Cundizik. Alszik. Amikor alszunk, kevésbé öregszünk. Ez tény. Ezáltal ugye a test kevésbé öregszik. Ha sokat van kilépve a lélek, akkor sokat alszik a test. Tehát az nem azt jelenti, hogy az embereknek a lelke az, mikor alszik, kilép, de gyakran előfordulhat, és nem is tudsz róla. Oké? Tehát ugye az ilyen esetek azok nem tudatosak. És gondold végig, hogy kilép a lélek a testből, van olyan élőlény, értelmes, nem emberi élőlény,
akik élőlények, akik ezt megcsinálják, hogy fogják, kiválasztanak egy emberi testet, vagy egy testet, nem emberi testet, egy testet, mert az nem feltétlenül emberi test, de nyilván olyan test, ami alkalmas hordozóként működtetni egy lelket. Érted? Tehát ki van kísérletezve arra, hogy képes egy lelket befogadni, és képes úgy működni, mint mondjuk az ember, ahhoz hasonlítjuk. És akkor ez a lélek fogja és kibejár ebbe a testbe, és amikor a léleknek szüksége van, hogy a testtel működjön, tehát megfogjon valamit, vagy csináljon egy vegyületet, vagy egy szerkezetet, akkor belép, de ha nincs szüksége, akkor szépen alszik a test. És a világegyetem nagy része, az akármilyen hihetetlen, ott az értelmes lények így működnek, hogy nem csecsemő testbe lépnek, és nem állandóan benne vannak a testben, hanem kibejárnak. És mikor az a test kiöregszik, akkor fogják, lecserélik azt a testet. És nincs tudattörlés. Most neked melyik szimpatikusabb? Az, hogy állandóan itt küzdesz az életedben, vagy mondjuk egy olyan megoldás, hogy cserégeted a testedet. Hát nyilván az azt jelenti, hogy úgy olyan testekről van szó, amely képesek évezredekig szolgálni. Érted? Nem 70-80 évet, hanem évezredekig szolgálni. Tehát az emberi test, ha utána nézel ezeknek a dolgoknak, akkor Ádám időszakában átlagosan, milyen Ádám Éva időszakában, olyan 1000 éves életet élt egy emberi test. Utána tudsz nézni. És fokozatosan csökkentették az embernek a emberi testnek az élettartamát. Mostanában meg már elindult a fokozatos növelés. Tehát volt egy időszak, ugye az 1800-as évek elejéig, ameddig folyt ez a csökkentés, és onnantól elindult a növelés. És ha megnézed, annak, hogy Ádám Éva meddig élt, meg van határozva. És hogy meddig éltek azok a múltbéli mitológiában szereplő akkori emberek által leírt értelmes emberek, akkor kiderül, hogy például mit tudom én, Noé is valami, ha jól emlékszem, valami 400 vagy 600 évig élt. Érted? Noé. Pedig az már Ádám után jóval később volt. És ugye Noé mihez köthető? A vízözönhöz. És az mikor volt? Valami 4000 valahány száz évvel ezelőtt. Tehát 4000 valahány száz évvel ezelőtt még ilyen 5-600 évig éltek az emberek. Érted? És miért kellett csökkenteniük a fentieknek? Miért? Na most gondold végig, ha a mai ember akár 200 évig élne, mennyi kárt okozna? Érted? Gondold végig, 80 év alatt sokkal kevesebb kárt tud okozni, mint mondjuk 5-600 év alatt. Logikus? Miért kellett csökkenteni? Mert elbutult az emberiség. Világos ez? Onnan indult el az életkor csökkentése, ahogy elbutult az emberiség. És minél jobban elbutul az emberiség, annál inkább tud kárt okozni
Érted? Hát megnézitek a Földön, miért vannak sivatagok. Két okból. Vagy felgyulladt az a terület, tehát mik voltak ott? Fák. Felgyulladtak, leégett, és nem pótolta az ember. Ez az egyik. Tehát magyarul nem ültetett fát. Vagy felélte a fát. Kitermelte, kivágta a fát. Érted? És nem ültetett helyette másikat. De a kulcs mindig az volt, hogy nem ültetett helyette másikat. Mert nem gondolsz, hogyha csinál belőle mondjuk házat, csak ültesse helyette másikat. Nem gondolsz, hogy tűzifát csinál belőle, csak ültesse helyette másikat. Érted? És mit csinálta a legtöbb ember? Nem ültetett. Az összes olyan terület, ami ma sivatag, az mind így lett sivatag, kivétel nélkül. Nem a természet következménye volt. Világos ez? Olyan népek éltek ott, akiknek csak a felélés volt a dolguk, nem a teremtés. Ez pedig tudod micsoda? Ez azt jelenti, hogy egy szellemi visszafejlődés. Méghozzá jelentős szellemi visszafejlődés, mert a lelkünknek a fő tulajdonsága az na vajon micsoda régiek? A teremtés. Így van, a teremtés. Nem a rombolás, a teremtés. És amikor egy ember a rombolásra lesz hajlamos, már pedig ilyen embert sokat látsz a Földön, és fogják és kivonják az életből a fentiek, és visszakerül inkarnációba a következő életébe, és előtte, mielőtt visszakerül, kitörlik a tudást, akkor eltűnik a rombolás a tudással, és marad tisztán a teremtés. És a teremtésnek van egy alapja, az pedig, amit említettél, a szeretet. Érted? Tehát egy szerető lény az nem rombol, csak a teremtés érdekében. Tehát hogyha helyébe szebbet, jobbat teremt. Világos az? Tehát ezért, mint az imént említettem, kivonják a rombolókat, és újra születnek, és marad egy dolog, ha kivonják az összes tudást, a szeretet, és mivel értelmes lényről van szó, a teremtés. Oké? Ez a két dolog. És akkor lehet megint nekifutni az életnek, hogy az ember hasznosítsa a szeretetét, és teremtést hozzon belőle létre. Világos ez? És addig maradsz itt emberi testben, nem feltétlenül a Földön, mert ennek korszak vége lesz, addig maradsz emberi testben, míg meg nem tanulsz, meg nem tanulod azt, hogy a szeretetedet és a teremtő képességedet, tehát a szeretethez kapcsolódó teremtő képességedet maximalizáld. Érted? Hogyan? Tudatosan. Tehát magyarul kihozd magadból, amennyire csak lehet, a szeretetedet és a teremtő energiádat. Érted?
De hát ki tanította ezt az embereknek az elmúlt évszázadokban? Nem sokan. Nem sokan. Elég kevés ember hallott ilyenekről. Ezért ugye mi van? Sajnos az ember is úgy működik, hogy ha sok gonosz dolog történik veled, sok olyan dolog, ami neked nagyon fájdalmas, lelki vagy fizikailag, akkor gonoszodsz. Világos ez? És átmegy a szeretet, a teremtés az rombolásba. És azok, akik a Földön most rombolnak, vagy inkább rombolnak, mint teremtenek, azok sok-sok olyan dolgot éltek meg ebben az életükben már, ami fájdalmas volt számukra. Fizikailag vagy lelkileg fájdalmas volt. Tehát a magyarul a fájdalmaknak köszönhetően az ember lelkileg átalakul. Oké? Sajnos. Na most akkor gondold végig, ha az emberek legalább ilyen dolgokat tudnának, akkor elgondolkodhatnának néhányan azon, hogy miért jó az nekem, hogy gonoszabbá válok. Hát nézd meg, ha nem hiszed ezt a gonoszabbá válást, akkor nézd meg az idősödő embereket. Általánosan. Sokkal gonoszabbak, mint fiatalon. Sokkal. Nyilván nem az összes, én most átlagosan mondom, a többségre vonatkoztatva. Nyilván mindig azt mondjuk, hogy tisztelt a kivételeknek. Oké? Tehát persze, ha egy olyan társadalomban élnének az emberek, ahol nem nagyon kapnak elnyomást, tehát nem nagyon éri őket fájdalom. Érted? Ha ilyen társadalomban élnél, hát vannak ilyen társadalmak a Földön, csak nagyon szűk körben, akkor az emberek nem gonoszodnak. És idősként nem gonoszabbak, hanem bölcsebbek. Érted? De nem ezt látod a mi társadalmunkban. Itt azt látod, hogy a korral nem a bölcsesség jön ki az emberekből, hanem az elhűlés. Nyilván megint tisztelet a kivételeknek természetesen. Tehát meg akinek nem inge, ne vegye magára. Mert azért vannak kivételek, és nem azt mondani, hogy 10 000-ből egy, hanem azért ennél sűrűbben. Szóval lényeg, hogy az emberek elgondolkodnának azon, hogy melyik a jobb. Az, hogy megtanulok dolgokat, vagy a francot érdekel a tudás, most mit számít, hogy elhűlök? Érted? Hát én azt mondom, aki így gondolkodik, mint ahogy itt a másikat mondtam, hogy mit számít az elhűlés? Hát az már hülye. Már el van szegény hűlve. Érted? És lehet, hogy már fiatalon elérték nála ezt az elhűlést. Nem is kellett hozzá megöregedni. Szóval egy olyan világban élünk, ahol tenni kellene azért, hogy egy jobb világunk legyen. Mert ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És ugye mit tehetünk? Én erre tettem az életemet, hogy én pedig teszek ezért. És adtam fenti segítség révén egy utolsó esélyt az embereknek. Magamnak is természetesen.
de a többieknek is. Ez az utolsó esély az, hogy vagy nekiállsz fejlődni, vagy benne maradsz ebbe a problémás körforgásba, bár ugye valakinek ez is tetszik, hát csak kapsz egy nehezítést, jó? Tudod, mi lesz a nehezítés? Az, hogyha te hallottad az én előadásomat, onnantól kezdve az az utolsó esélyed. Ez a probléma ezzel. Mert vagy észbe kapsz és elkezdesz fejlődni, vagy azt fogod tapasztalni, hogy folyamatos nehezítésben lesz részed az életedben, addig, míg bele nem halsz. Oké? Ha időközben meggondolod magad, nyilván akkor az egy más dolog. De ha körülnézel a bolygón, egyetlen egy olyan szervezetet nem találsz rajtunk kívül, amely az élet minden területére adna számodra tudást. Ez csak itt van. Oké? És bármilyen kérdésed merülne fel az élettel kapcsolatban, amit esetleg nem tudnak máshol megválaszolni, itt választ tudsz rá kapni. Méghozzá nem csak az élet működésére, hanem az ember működésére is. Tehát az érdemes esetleg elgondolkodni azon, hogy hol érdemes tanulni, hol érdemes fejlődni. Olyan helyen, amely mondjuk Magyarországon ezen a területen piacvezető, egyelőre még csak Magyarországon. Bár szerintem lassacskán mondhatjuk azt, hogy világviszonylatban piacvezető, vagy keresgélni itt mindenféle tanulmányokat, itt-ott-ott, kifizetni annyi pénzt rá, hogy belegebetsz, szó szerint, vagy teljesen megfizethető áron csinálni ezt. A megfizethető ár az azt jelenti, hogy mondjuk óránként 330 forint, jelenleg még az akciós árunk. Az első hónap mondjuk ettől eltér, az 660 forint, és egyébként pedig 30 óra képzést nyújtunk egy hónapban. Nem számítva a klubokat. Jó? Tehát azt nem számítva. Ami mindig a képzések végén szokott lenni. Szóval lényeg, hogy egy olyan tudást nyújtunk az embereknek, ami teljesen átfogja az életünket, és azon kívül a legjobb áron, ami csak létezik, ezáltal mondhatjuk azt, hogy árértékben a legjobb, amit nyújtunk az embereknek tudás területén, és a legrugalmasabb működéssel, ami azt jelenti, hogy nézheted élőben az interneten keresztül, nézheted felvételről az interneten keresztül, hallgathatod élőben az interneten keresztül, hallgathatod felvételről az interneten keresztül, le is töltheted a hangfelvételt, vagy részt vehetsz személyesen a képzéseken. Egy hónapban minimum van 8 képzésünk, ha 5-7-es egy hónapunk, akkor pedig 10 képzésünk. És ráadásul ezt egy csapatban művelheted, közösségben művelheted, mert az a célja ennek az egész tudásátadásnak, hogy elindulj egy szellemi fejlődés útján, illetve egy lelki fejlődés útján. Ugye a szellemi fejlődés a tudás, a lelki fejlődés az pedig egy más szint, egy más lelki szint. És az azt jelenti, hogy annak első lépése
a valahova tartozás, hogy megtanuljon az ember együttműködni, alkalmazkodni, oké? És annak van további folytatása, az előző előadásomban erről beszéltem, ugye most legutóbb a díjmentes részben, mi van ma? Szerdán, akkor vasárnap beszéltem erről, jó? Tehát ott meg lehet nézni, hogy mik a ezek a feliratok itt, hogy elismerés, önmegvalósítás, jó? Tehát mit jelent? Lényeg az, hogy mi azért csináljuk, hogy az emberek elinduljanak és bejuthassanak az aranykorba. Az aranykor egy elnyomásmentes társadalmi forma, ahol az emberek addigra már pontosan tudják, hogy mi a dolguk, és nincs szükségük irányításra, oké? És tudnak együttműködni, mert végigcsinálták ezeket, ezt a hármat, sőt azt a négyet, ugye a negyediket is elkezdték csinálni, és bebizonyították, hogy képesek arra, hogy bejuthassanak az aranykorba, márpedig ezen a bolygón 2035-re aranykornak kell lennie, mondom, kell lennie. És nem ajánlom senkinek azt, hogy ne érje meg az aranykort, jó? Mert mondtam, hogy van nehezítő körülmény. A nehezítő körülmény az azt jelenti, hogy ha nem születhetsz ide vissza, akkor nehezített körülmények közé fogsz visszaszületni, jó? Csak nem ide, erre a bolygóra. Tehát ezen, erre a bolygóra azok születhetnek vissza, akik már az aranykorban is meg fogják állni a helyüket, oké? És ezen a bolygón aranykornak kell lennie, világos ez? Tehát kell lennie, és mi azt tesszük, hogy ez meg is történjen, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!